Klassz FM, a rádió. Szevasz. Üdvözlégy. A legjobbakat. Gábor, majd egyébként azért szálltam be hozzád, hogy elvigyél a tejjel. Menjünk el, hol vegyünk tejet? Nem tudom, majd ha látunk egy boltot, megállunk tejjel. Jó, persze. Főzöl valamit, vagy a kávéba kell? Kávézok most már. Mert otthon most nagy melóba vagyok. Na, mesélj. Kétféle dolgot is csinálok egyszerre. Uh-huh. Megjött a legújabb láncfűrészem. Bár furán hangzik, nagyon megkönnyíti az életemet, vagyis szobrászkodok. Igen. És ezzel egy pillanat alatt le lehet nagyolni akár mekkora fákat is, és utána kézzel tudom tovább folytatni. Meg most egy nagyon fontos projektben vagyok. Évek után, szerintem hány? 9 vagy kb. 9 év után újból csinálok egy albumot. Uh-huh. Most nekem ez a... Miért volt ez a nagy szünet? Hogy nem találtam meg magam, hiszen belekerültem ebbe a gépezetbe, ami egy zseniális hely, és tényleg nagyon szerető, és rendkívül hálás vagyok mindenkinek, akivel együtt dolgoztam benne. De ahhoz el kellett veszítenem az igazi egyéniségemet, hogy velük tudjak dolgozni. Ja, egyébként abban te jól voltál? Tehát, hogy azokban a dalokban, amiket neked írtak, vagy amiket te előadtál? Azok akkor abszolút önazonosak voltak. Aha. Akkor 9 évvel ezelőtt. Akkor tényleg azt gondoltam, hogy ennyi a világ számomra, meg igazából a boldog ember számára. Ez a felületesség, ez az örök boldogság, mert ez egy felületesség. Ez felületes? Persze. Gyönyörű érzés az, amikor tényleg boldog vagy, amikor felhőtlenül boldog vagy, és az akár évekig is el tudod húzni, viszont ez egyfajta mély érzelmetlenség, és nincs meg a mélység, és nincs meg a magasság. Uh-huh. Csak egy örök boldogság. Ami igazából... De mindenki az örök boldogságot keresi. Igen, de egy idő után nem kielégítő. Aha. Mert az nem igazi, az csak egy ilyen gyönyörű más. Látszott valami, aha. Amiben élünk. Oké, de mi van e fölött? Vagy egyrészt megtaláltad-e, vagy hogy tudod, hogy milyen irányba indulj? Megtaláltam, visszataláltam ehhez a hatalmas amplitúdóhoz. Aha. Egy nő segítségével nyilvánvalóan. Mert hát mi más a lehető legboldogabb dolog az emberek, a férfi életében, vagy a nő életében, a férfi. Tehát egymás megtalálása. A társra találás, vagy a másik felünknek a megkeresése. Uh-huh. Hogy emlékszel arra vissza, amikor elkezdtél arról álmodozni, hogy mondjuk zenész legyél, vagy színpadi ember legyél? Abszolút vissza tudok emlékezni. Körülbelül 3 éves voltam, amikor ez megtörtént. Apukám elvitt egy barátjához, aki bejárta a világot luxushajókon, bárzongorista. És hát emlékszem, hogy neki a szobájában volt Hammond orgonája, és vízhangosító, és azonnal hát egy kis babádi gyereket azonnal elviszi ez a történet, és én ott már tudtam azt, hogy én ezt akarom csinálni, én hangokkal akarok foglalkozni, és mondani egy mikrofonba dolgokat. Mikor volt ehhez képest az első olyan dal, ami már dalnak hívható, vagy dal kezdemény, vagy egy darab, amit megmutattál? A legelső dalom az pont ebben a felvételben készült, ami fönn is van egyébként az interneten. Na, itt van a tejem. A Duduka című dalnak ennyi volt a szöveg, és egy G-hangot nyomkodtam. Duduka, Duduka. De nyilván van olyan dal is, ami tényleg már használható is. Aha, na vegyünk egy tejet. Csokolom. Kész csokolom. Hát van ilyen házi üveg. Van olyan, amelyik egy ötös? Hát nem hideg. Az nem baj. Köszönöm. Nagyon köszönjük, kész csokolom. Kész csokolom. Imádom ezeket a hangulatokat, ez rendesen ilyen otthon érzős. Látod, ezért jöttünk ide. Kis vidéki hangulat. Szóval időutazásban vagy? Igen, pont időt kell utaznom ahhoz, hogy vissza tudjak térni magamhoz. Uh-huh. Mert már elfelejtettem azt, hogy ki vagyok. És most egészen visszamentem ilyen, hát hány éves lehettem, szakközépiskola elsős, az nem tudom hány 14. Éves, igen. Aha. Amiket dalokat akkoriban írtam, akkor azok voltak a legőszintébb gondolataim. És ezeket hallgattam most, és azonnal vissza tudtam rájuk térni, és azonnal visszajöttek azok a harmóniák, meg azok a nagy ívek, kicsit ilyen Queen-es, meg ilyen musical-es dolgok, tehát ez nyilván egy kicsit le kell tisztítani, de most legalább megkaptam megint azt az irányt, hogy ki is vagyok én, miért is jöttem ide. Uh-huh. Be kell ismernem azt, hogy én egy nyálas
arcú, szerelmes fazon vagyok. Hatalmas, hatalmas vörös ajkakkal. Aha. Csókolózok, és szerelmeskedek. Aha. Na figyelj, ha már a daloknál tartunk, aztán utána folytassuk, még én hoztam neked egy zenei tesztet. Mutatok neked 10 dalt, és kíváncsi vagyok, hogy a 10 dalból hányat ismersz fel, jó? Jó. Nézzük. Aha. Justin Timberlake. Oké. Okay. Dal cím. Ó, bocsánat. Ez a Lady Marmalade. Hallasz? Ez a Tarkan? Nem. De nem az a... Nem. Kicsivel a rém indiai. Hát, nem emlékszem semmi. Úgy hívják, hogy Punjabi MC és Yogi a dal címe. Ó, hát pedig ezt tudnom kellett volna. Most jöttem onnan. Ez volt a dal címe. Ez a dal címe. Murder on the dance floor. Arras. Sophie Ellis Baxter. Igen, és emlékszem még gyerek. Ha előadó. Vagy dal cím. Will Smith. Nagyon nagy színfolk. Ah, tudom, Falco. Oké, megvan. Még régebbi zene. Ez a dal címe, előadó. Freak out. Freak out. Nem tudom a nevét. Chic. My house, én sem tudom. Saját magát is beszél. Florida. Ezt még apádék szerintem sokat hallották. Meg ezt még játszok is szerintem. A Karel Gott. Vidéki Hagnival előszeretettel. Előszeretettel? Le? Lady Carnival, még a korda is felhangoztam. Már egyszer énekeltem. Hát ez viszont. Mit csinálsz, ha meghalod a saját dalod? Akkor elkezdem énekelni. Gyönyörű a tévedés. Néha jó, ha tudod, Amerikába is így jutott el az a hajó. Így én keresem a feketét a fehérben, keresem a vonalat a tenyérben. Több ezerszel, aha. De érzem. Na. Neked nem véletlenül készültem két dallal. Igen. Tőled. A keleti szélvész. A mezei madarak károkba kutatnak hóban a dióért. Ez egyébként közelebb áll ahhoz, amit most fogok. Na ezt akarom kérdezni, hogy ez már az új Varga Viktor, és azért hoztam a kettő dalt, mert hogy a kettő közt nekem hallgatóként óriási kontraszt van. Persze, mert hatalmas kontraszt van. Itt szeretnék felhívni figyelmeket arra, hogy mi zajlik a világban, mi fog itt történni. Itt ebben már van olyan üzenetem, ami fontos lehet. Mondjuk a zöld az égben is van, csak azt nem én írtam. Aha. És annak az más üzenet, az rám íródott az én élet stílusomra akkor. Uh-huh. Most viszont ebben... Hát felnőttebb lettél, eltelt 9-10 év. Igen, meg szerettem volna itt olyan igazi rímeket berakni, meg olyan erős szavakat, amik hatnak az emberekre. Most már szeretnék érzelmekre hatni, nem csak egy érzést bemutatni, hanem könnyeket csalni, meg félelmet hozni, meg boldogságot, meg szerelmet, örömet, bánatot, mindent. Kendőzetlenül. Ki kell jönnöm kicsit abból ebből a bohókás, örök, vidám, ilyen extrém figura szerepül egy kicsit, meg kell hagyni, mert van bennem ilyen. Hát nyilván színfolt maradsz, ezt nem tudod igen, meg nyilván egy skatujából kimászni elég nehéz, meg nem is biztos, hogy kell, mert én tényleg szeretem ezt az életformát is. Most nekem tényleg csak az lesz, hogy itthon ülök, és
hónapokon keresztül addig gyúrom a zenéket, amíg azt nem mondom mindig, hogy, hogy tökéletes lett. És aztán, aztán odaadom az embereknek, hogy fogyasszák, vagy éppen köpjék le. Vagy köpjék ki. Igen. Aha. Ha lenne a következő korszakodnak egy mottója, akkor mi lenne ez? Már az életed következő szakaszának egy mottója. Hát nem is motto, inkább cím. A szerelem hírnöke fél. Mint egy ilyen rossz régi film. Köszönöm az interjút. Én köszönöm.